estét! Jó estét mindenkinek! A Estek Bocskor vasárnap este nekem az egyetlen programom. Remélem, hogy önöknek is itt van velünk ma este Tatár Csilla, Lakatos Márk, Lovász Laci, és ma először nálunk Anger Zsolt. Azt a mindenit! Ez most igazi sikítás volt, ugye? Na, nagy de jó. Két. Arrébb is lökött, ahogy megérkezett. Majd a terror számot, ha lehet. Na, két nő és két fiú, ahogy szoktunk, és... Hoztam is a kis ruhámat. Istenem. De, de és az Anger melyik? Tudod te? Deriski. Tudod te, azt ne simogasd. Miért? Ez már mi túl? Hát egyébként érdekes, tehát, hogy, hogy nekünk, én a Csillát meg sem merem fogni már, pedig régen okom lett volna rá, de... De mire utalsz, hogy régen, hogy elmúltam 40, vagy a férjemet tartott tiszteletben? Most azért ezt tisztázzuk. Szerintem a 40 az jobban zavarja. Egyébként Csilla, a férjére tartom tiszteletben, igen, a 40 nem zavar egyet. Ez fontos. Gyerekek, Zsolt ugye először van nálunk, és... Tudjátok, hogy én a színészekkel nehezen értek szót. Igen. Már is megtörted a jeget. De én, nem, Zsoltot nagyon bírom, mert baromi zárkózott, flegma, és egyébként a riporteri kérdésen nyilván megnéztünk egy pár helyzetet, amikor te ilyen riport szituációban vagy, és tehát annyira profin unod, hogy ezt hogy csinálod? Mert én mindig, nekem mindig van ilyen megfelelési kényszerem, hogy amikor valaki kérdez tőlem valamit, akkor én próbálom a legjobb arcomat mutatni, és érdemben válaszolni, és esetleg... Hogyha nem sikerül soha! Nem sikerül soha! Figyelj, neked az egy másik szakma. Tehát a te szakmád az az, hogy 30 éve levegővétel nélkül pofázol. Igen. Gyakorlatilag. De most már a legnagyobb tisztelettel. De ezt köszönöm. Az én szakmám az meg olyan, tehát egy kicsit olyan, hogy csinálok egy filmet, vagy egy sorozatot, és akkor utána oda jönnek hozzám, és megkérdezik, hogy miről szól ez a film. Hát, öcsém, hát ott van, tessék, meg kell nézni. Igen. Hogyha valakivel nézel egy filmet, és az állandóan dumál, hogy te figyelj, szerintem most az vagy, maradjál már. Az, egy film az arra való, még akkor is, hogy a moziba vagy egy közösségi élményt élsz át, hogy egyszerre mindenki ugyanazt érzi, vagy ugyanarra gondol, hogy a saját gondolataidba mélyülve, saját gondolataidba merülve átéled azt, ami ott van. És ahhoz nekem már utána hiába fűzök hozzá bármit színészként, hogy itt ezt a szerepet úgy gondoltam, hogy... Jó, igen, de most mit tudom én, megkérdeznék engem, én lettem volna a Trezorban te, akkor én elmondtam volna a sztorit tök lelkesen, hogy tudod, ott mit tudom, 50-es években, vagy bezártak együtt. Ezért nem lettél te. Annyi műsoridő nem volt. De te erre azt mondtad, hogy meg kell nézned, öcsém? Hát igen. Aha, tehát jó veled, interjút csinálni. És ide felkészültél most? Hát megiről kell beszélni? Nem tudtam eldönteni, hogy mi a jó felkészülés az, hogyha felkészülök, ja, vagy hogyha nem készülök fel. Úgyhogy inkább úgy jöttem, hogy nem készült. Tehát olyan nyitottan jöttem ide, mint hogyha a barátaimhoz mennék vendégségbe, úgyhogy ez a legjobb módszer. Laci, azért is örülök neked, mert ugye Zsoltal jobban van. És jó, az rossz volt ma. Tehát azért örülök épp most neked, mert te ugye a mély interjúk nagymestere vagy, a Jacques Cousteau-ja vagy a mélységnek, és ugye a lakás talkshow-ban te ugye már megművelted Zsoltot. Jól mondom? Igen. Ne írjunk egy. Velem egy ágyba feküdt. Azon gondolkoztam, hogy veled is? Te ott mellé feküdtél? Nem nála? Emlékszem. Nem, Zsoltal ülve beszél. Nem emlékszünk rá, Laci. Ebben a társaságban Csillán kívül mindenki megvolt. Köszönöm. Jó, de azért, mert tiszteled a férjét, nem? De hogy kit hívtál ágyba és kit kanapéra, azt mi alapján választottad szét? De esetlegesség, az szervezési dolog. Tehát mi, hogy esetleges volt? Esetleges.
Na, de segíts nekem, mert mi néztünk a szerkesztőséggel, ugye néztünk videókat Zsoltról, ott volt nálad Piszkos úr, aki ott lakott egy napot, vagy... Pap Gergő. Piszkos úr, nem Piszkos úr. Igen, valahogy így maradt meg. Peller Mariannal spirituálisan közeledtetek, Détót vitt ide-oda, és akkor úgy gondoltuk, hogy valahogy nem tudjuk belülni ezt a Manust, ugye szerkesztőség, így voltunk, nem tudjuk belülni a Manust, és adjál már tanácsot te, Laci, hogy hogy nyúljak Zsolthoz. Kettős kérdem. Ne a Márkot kérdezz. Hát most mit mondjak erre, hogy hogy nyúljál Zsolthoz? Hát, hogy te például a tehetség előtt térdeltél le, vagy a... Várjál, másik interjú. Nem. Márk, miért mindig azon a vonaton utazol, ami pont alatt... Mert mindig azt mondod. Ne. Nem. Mindig azon a vonaton, és mindig bemegy egy alagútba. Szóval, hogy te például a tehetsége okán hívtad a kanapédra, és az érdekelt nagyon, vagy a személyisége volt olyan, ami lenyűgözött, vagy egyszerűen... A kettő együtt egyébként, mert a Zsoltnak szerintem, most ez tényleg itt a Zsolt, és most erről fog beszélni. Igen, erről fogsz beszélni. Hogy a tehetsége mellett egy annyira ilyen baráti, vagy nem tudom, azonnal kapcsolódó emberi viszonyunk volt, hogy az ilyen... Hát diszonás volt. Mert akkor nem tartott téged riporternek ezek szerint. A simán lehet. Ezen csak én tudok röhögni. Jó, hát te is ott voltál, azért mondom. De mi szenvedtünk is, Laci. Hát nagyon. A neked adott interjút? Hát bár ne tette volna. Nem volt jó. Nem? Jó, hát mindenkinek vannak az életében szar interjúk. Hát persze, ennyi. Nekem is volt. De most volt, már évek óta mindenekkel. Pedig te híresen soha nem adsz interjút, tehát hogy az egy legalább jól sülhetett volna. Hát majd... Jó, te is ígérted, hogy meghívsz, aztán te mindig nőket hívsz magad mellé. Tehát, igen, hogy... mert mondtam, hogy az a bajom, akkor nem azt mondom, hogy veletek férfiak, hanem veled akkor, rád hogy ne általános. Te megnyílnál, hogy annyira pont emiatt, hogy annyira zárkózott vagy, és annyira tudom, hogy nem éreznéd jól magadat ebben a szituációban, ettől én se érezném jól magamat, így ezért fölösleges lenne. Itt tök jól eldumálunk egy esküvőn például, egy pohár borral a kezünkben, igen, nem? Igen, zseniálisokat lehet vele dumálni egyébként, nagyon jót beszélgetünk, csak ha ott lett volna a kamera, akkor az úgy neked nem ment volna. Nem szeretsz megnyílni? Minek? Hát, na ez, a, na ez minek? Az, igen, hogy nincs benne nem, ez nem a... Nem érdekes? Hogy én beszéljek? Igen. Egy újságíró nálam kisebb agykapacitással rendelkező kérdéseit. De most én... szexista volt. Nem a Csillára gondoltam. Rá. Az is. Nem a Csillára. Ne arra, hogy Csilla, nem rád gondoltam. Esküszöm. Nem, én a Csillának szívesen. Mondanék ezt azt! Na várjál, ebben a lakás talk show-ban szóba került a goblen. De nem tértetek külön ki rá, mi ez a goblen dolog? Hát biztos, hogy nem az volt, hogy én mondtam a Zsoltnak, képzeld egyébként goblen ezek. De a goblennel keveritek azt össze, vagy keverik általában azt össze, hogy engem a nagy, én mindig szoktam mesélni, hogyha egy megkérdeznek, és akkor olyan megnyílós kedvembe vagyok, hogy a... De olyan nincsen, nem? Olyan megnyílós hogy nekem a nagymamám mindig azt mondta, az apai nagymamám azt mondta, hogy kisfiam, mindig elmondta, hogy egyrészt az, hogy kisfiam, az életben farkas törvények uralkodnak, a másik meg azt mondta, hogy sosem lehet tudni, hogy mikor maradsz egyedül. És akkor emiatt ő megtanított engem főzni, megtanított engem gombot varni, zoknit stoppolni, vasalni, makramézni, ezt szoktátok össze, ti újságírók, ezt szoktátok összekeverni a goblennel, makramézni, horgolni, kötni, hímezni, meg mindenféle. A goblen az, ami kimaradt. Az mindig az a következő a tanfolyamon is. Igen, igen, a horgolás a goblennek a kapudról. Az a belépő. Mennyire cuki, hogy azt gondolt, hogy ezek a nélkülözhetetlen tudások az élethez, hogy tudják goblenezni, kötni, varni. Ha egyedül marad. Nagyon bölcs volt a nagymama. Na, én azt gondolom, hogy egyedül lenni ezen tudások nélkül is lehet életben maradni, meg elboldogulni. De jó, de minek? Minek? Makramé nélkül minek? Igen. Jó, nyilván ez csak a jéghegy csúcsa, amit én a nagymamámtól tanultam, igen. Tehát ezek, de hogy a goblen az nyilvánvalóan itt jött a képbe. De egyébként sokat voltam életemben egyedül, most már szerencsére nem olyan túl sokat. És mit kötöttél legutóbb?
Képzeld el, hogy egy jó pár évvel ezelőtt így újra rám tört, és elkezdtem kötni. De aztán abba hagytam. De rizs vagy rizskötés? Vagy? Nem hiszem el. Nem rizs. Egy sima, egy fordított. Jó. De hát anyás meg... tűvel. Ez annyira nem tudom hozzá, hogy a főzéshez... Főzéshez, igen, én is szeretek főzni egyébként, és aztán volt, ugye a konyhafőnökben volt egy, egészen a döntőig jutottál, igen. Így van. Te oda egyébként miért mentél el? Érdekelt a főzés, és én ezt a konyhafőnök című műsort én nagyon szerettem. Akkor azt hiszem, hogy egy vagy két évad ment le még addig. És hát én, amit azelőtt gondoltam a főzésről, az ott teljesen megdőlt. Bizonyos dolgokat, amiről azt gondoltam, hogy sokkal bonyolultabbak, mint a való életben, azokról kiderült, hogy sokkal egyszerűbbek. És bizonyos dolgok, amiket azt gondoltam, hogy ezt így kell csinálni, az meg megdőlt, hogy ez normális, hogy hát ilyet nem szabad csinálni, hanem ezt így kell csinálni. Tehát ott én nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, és ez nagyon meg akkor nagyon ez még jó egy jó műsor volt. És akkor az még tényleg egy jó műsor volt, már teljesen másba átment, de aztán Zsolt folytatta, és egy YouTube csatornán ő aztán tovább főzött, ebből nézzünk meg egy apró részletet. A mákos guba az annyira magyar szajré, és annyira ősi cucc, hogy ennél magyarabbat, meg ennél ősibb szajrét el sem tudtok képzelni. És akkor neki is látok. Szép kockákra, ne, jó, nem már háromszögekre, szép karikákra felvágom a kiflit. Egy tojás sárgája. Ez jó cucc. Már nagyon durván nyeldekelek. Na, hát így néz ki. Szépen feltesszük a lángra, és adunk neki. Tálalás. De jól néz ki. Gyerekek, nagyon büszke vagyok magamra. Kész. Így néz ki. Szerintem igen pofás lett. Úristen. Úgy gyerekek, ez nagyon durva szajré. Ez isteni finom. Wow. Volt a címjám is, hogy a szajré. Szerintem az a szó, amit senki soha, semmelyik bűnöző nem használta az életben, csak filmek. Csak filmek. Filmek, igen. De azt sem szokták mondani, hogy az ördögben most jól átejtettek minket. A patvárban. De a főzés bejön a nőknek, nem Csilla? Tehát, hogy egy férfi jól főz, igen. Persze. Az nagyon szexi, nem? Az nagyon szexi. Az én férjem is nagyon jól főz. De most ez mindegy, lábjegyzet, de az nagyon vonzó tud lenni, igen, ha egy férfi olyan szenvedélyesen jól használja az ízeket. Meg hát eleve... És a konyhában szexi a férfi, amikor főz? Tehát amikor a serpenyővel lazáskodik, tehát maga az egész folyamatot csinálja, én is csinálom, tehát nehogy azt hitt, hogy ez, nekem ez nem jött be. Tudom, amikor itt beszélek. Amikor itt szajrézgatsz. Szajrézgatok, igen, kicsit sötybele. Nekem is vannak ilyen nagy mozdulataim, mert iszonyat, be is állok így a tűzhely ilyen. De például a hálószobában is szoktál főzni? Vagy hogy érted, hogy csak a konyhában szexi a férfi, csak főz? A hálószobában szoktál szexelni? De Csilla, nem szexeltél még a konyhában? Adjál már! De ezt most, te a konyhában sose kerül elő a szajré? Szajjátok neki, hogy adjam! Láttál már szajrét konyhában? Apám is nézi! Apám, még erre alszanak el vasárnap este, hagyjál még! Hát most nem fognak! Próbálj szajrész! Csillának is fog kerülni egy zsebkendő. Na, egyébként, ha már egy picit így beszéltünk, így a makramé, hímzés, goblen is szóba került, főzés, stb. Ezekről a tipikus lányos tevékenységekről. Ti fiúk, milyen lányos tevékenységet csináltok, vagy szeretnétek... Szoroljam! Ne a vártól kezdjük! Na most komolyan, én a Svábival például mind a ketten nagyon szeretnénk varni. Tehát egy varrógép, az imádnám. Az Anger megtanít. Ja, géppel tudsz varni? Igen, én az első, amikor kitört a balhé a 2020-as a Covid, aha. Az első maszkjainkat azt én úgy készítettem. Régi ingemet földaraboltam. Nem lehetett már kapni. Volt egy hirtelen, hogy nem lehetett kapni arcmaszkot. És akkor utána néztem az interneten két évvel,
hogy a HEPA szűrő, amit beleteszel a porszívóba, az HEPA szűrő, az ugyanolyan, tehát ilyen porszűrő, tudod, ami a pollen, meg a ne fújja vissza a lakásba a port, amit felszívott. Annak ugyanolyan az átmérője, a szűrő izéjének az átmérője. Úristen, mint nagyon megütött ez a bezártság. És akkor én rendeltem egy tucat ilyen szűrőt porszívóba, szétvágtam ollóval, és akkor az ingeim közé, ingeimet szétvágtam, és összevágtam. Körbehorgoltad, hogy körbe ne vágjon. Igen, és a családtagjaimnak is azt készítettem. Tehát az egy ilyen kis, létrehoztam otthon egy ilyen kis manufaktúrát. És van géped eleve? Tessék? Van varrógéped. Van varrógépünk, aha, igen. Nem az enyém, közös a feleségemmel. Na jó, oké. Laci, te? Női tevékenységek? Hát nem tudom, most házi munkákat nem akarok sorolni, mert azt nem mondjuk, hogy női tevékenység. Hát a mosás, dehogy nem. Miért? Jó, én magamra mosok, de hát ugye hát női ilyen. De ezek most már 2024-ben, nem mondjuk azt, hogy a mosás, a mosogatás, a vasalás, nem is láttam még a mosógépeteket, nem? Tessék? Hogy a feleségednek nem is látta a mosógépeteket, tehát azt csak te ismered. Ez így van. Nincs ez a semmi baj. De nincs én nem merem rávízni a műszaki cikkeket, múltkor is elállította a tévét. Miért abban most a kiarulák? De nincs, tényleg nincs olyan, mint nekem és a Svábinak a varrás? Vagy... Varrás? Ilyen? Nem. Amit csinálnál szívesen akár? Amit csinálnék szívesen. Esténként kiül a teraszra, és sóhajtozva kipukkaszt egy fehér sárdonét. Női tevékenység, erre vágyom. Hogy női szemmel ezek a dolgok, amikről ti most beszéltek, tök szexik? Tehát amikor egy férfi leül, nem tudom, varni, kötni. Az szexi? Szerintem igen. Hogyha te hazamennél egy ilyen hosszú nap után, és látnád, hogy a férjed éppen köt egy sapkát, és azt mondja, hogy jaj, Csilla, de jó, hogy jössz, fogd már meg ezt a gombolyagot. Ezt a szajrét. Ezt a gombolyagot. Akkor a szexi? Nyilván függ a férfinek a stílusától, meg hogy úgy, tehát hogy milyen a matéria. Tehát, hogy ott ül egy ilyen kisportolt, izmos, okos pasi, akinek megvan a saját... Imád kötni egyébként. Imád kötni? Ne! Esküszöm, úgy azt megöl, hogy elmondtam. Látod, hogy le vagy maradva? Igen. Te vagy igen. A legnagyobb macsó itt, haló. Hát én életemben nem szoktam kötődni. Ezért mondom. Na. Azt nem mondta, hogy nem szexi, nem találnád szexinek, hogyha mondjuk egy, tudom én, mondjuk egy csaj felrakja a hóláncot a kocsidra, az nem szexi szerint. De. Na, vagy na, kicseréli a tetőablakot. De. Ott áll félmeztelenül, hogy ilyen kalapács van az övőbe. Ugyanazokat vizionálod, mint én? Szerintem is. Nem ugyanazokat a naptárakat néztétek. Be kell fejeznem ezt a témát. Harcba! Pedig még lett volna. Igen, és ilyen militári nadrágban, hasi pólóban, picit olajos kézzel. Ahogy egy hóláncot föl kell rakni. És kalapáccsal. Azt nagyon bírnám. Na jó, jövünk vissza nem sokára, és beszéljünk majd Csillával egyébként egy nagyon-nagyon szemét módon, de érdekes módon éltek vissza a neveddel. Igen. Ugyanis az történt, hogy lehoztak egy kamu, egy áll index cikket Csillával, amely cikk egyébként azt írja le, hogy Csilla a Mokkában szerepelt Istenes László vendégeként, és valamiféle új, nem tudom, applikációval megsokszorozta Istenes László pénzét ott pár másodperc alatt, és akkor ezzel... És ugye... azt hinnéd, hogy nem hiszik el, és nagyon sokan elhiszik. Igen, ez elképesztő, de megtévesztő a cikk, tehát tényleg annyira igazinak néz ki. Tudunk igen. Beszélni műsor után? Na, hogy lesz-e kedved még azt az applikációt letölteni, vagy sem, ez kiderül, jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. Tatár Csilla, Lakatos Márk, Lovász Laci és Anger Zsolt. És hát ugye felvezettem már az előbb, hogy nem az első, hogy egy híresség nevével visszaélnek, különböző ilyen csalásokkal próbálnak pénzt kihúzni az emberek zsebéből, most ugye Csilla nevével is, és ez egy nagyon, egyébként hadd tegyem hozzá, kreatív történet volt, sok munkát fektettek ebbe, a Facebookon gyakorlatilag egy hirdetés formájában terjedt egy link, amire rákattintasz, akkor megjelent egy cikk, ami megtévesztően hasonlít egy index cikkre,
így nézett ki, tehát hogy ezt, hogyha valaki látta már az Indexet, akkor látja, hogy ez nagyon-nagyon igazinak tűnik. És gyakorlatilag ez, itt arról szól a dolog, hogy te Istenes Lacinak a mokkában megmutattad, hogy hogyan kell akár másodpercek alatt nagyon sok pénzt keresni. Mesélj már te ezt a sztorit, hogy ezt az interjút így nagyjából, amit Lacinak adtál. Ami nem történt meg, ami nem történt meg, igen. Az egész, hogy én bementem a mokkába, és akkor a Laci firtatta mesés meggazdagodásomnak a történetét. Ő akkor mire célzott? Hát arra, hogy én egy kis vidéki házikóban éltem eddig, most meg már valami hatalmas nagy kúriában tengetem a napjaimat, és ehhez még dolgoznom se kellett, és hogy mi a titka, hogy ez hogy fordulhatott elő, és én elkezdem ott neki mondani, hogy hát a háttérhatalmak megtiltják, meg nem jó erről beszélni, mert hát akkor ez az emberek, ideig mert hogy akkor az emberek, ha megtudják, hogy hogyan lehet könnyen meggazdagodni, akkor nem mennek be dolgozni, és akkor mi lesz az ország gazdaságával. Nem ugye ez, hogy ilyen teljesen számomra SMS sztorit kerítettek. Én is ezért félek a meggazdagodást, hogy mi lesz az ország gazdaságával. Tök mindegy, ne úgyse dolgozzon. Igazából Csilla, te azért féltél a meggazdagodástól, a cikk szerint, mert ha te ezt elárulod, ezt a titkot, akkor mi történne a társadalommal, ha mindenki gazdag lenne? Nem, a háttérhatalmak félnek ettől. De a háttérhatalmak, okay. Nem én, hanem hogy a háttérhatalmak ezért fogják be a számat, és ezért nem beszéltek róla, de most itt a stúdióban. De a munkába kiengedték a szádat. Igen, ott most mindent elmondhatok, és akkor elveszem a Laci telefonját, ő belép az OTP alkalmazásba, valamit csinálok, és egy óra múlva megduplázódik a pénz. Tehát, hogy ilyen, és én egyébként nagyjából egy ilyen másfél hete indult el ez, és elkezdték nekem küldözgetni e-mailen valószínűleg idősebb emberek, hogy ez tényleg így van, és akkor ők is utalnak, és ezt nem foglalkoztam vele, megmondom őszintén, mert azt gondoltam, hogy annyira baromság, meg annyira... Tehát de akkor, amikor annyira... ezek az emberek írtak, akkor te is láttad már azt a cikket, azt az árinterjút, ami készült nem, nem tudtam, hogy miről van szó, szóval azt gondoltam, hogy valami... Tehát, tudod, vannak ilyen rossz magyarsággal, rossz fordítással, ilyen hülyeségek, amik terjednek, ilyen fake newsok. És azt hittem, hogy ez is egy ilyen. És azt hittem, hogy ez is ilyen. Azért volt gyanús, de... hogy tényleg index cikk. Igen, egy kicsit úgy voltam bele, hogy azért én nem tudok mindenkit edukálni, hát csak nem tudok mindenkinek egyesével válaszolni, hát csak észreveszik, hogy ez baromság. És egyre több és egyre több ilyen üzenet jött, még a saját ismeretségi körömből is. Valaki rákérdezett, aki nem tudom, tehát hogy aki dolgozott nálunk, egy műszaki ember, és akkor nem is egy 40-es srác, hogy ez igaz. És akkor érkezett meg, hogy basszus, tehát hogy ő azért nem egy ilyen, nem tudom, egy egyedül él egy házban, valahol a világ végén nem jut el hozzá információ, és akkor ezért ezt így elhiszi. Sajnos addigra már nagyon sokan átutalták ezt a 96 ezer. Nem, ennek a... Ja. Van egy ilyen... Mert hogy ebben a cikkben aztán végül is megtalálható az a link, amire link, rá kell vagy valami rá kell, és akkor abba átutalod azt a nem tudom, 96 ezer forintot kérnek mindenkitől, és akkor utána, amikor ez a hívás megérkezett, akkor is kitettem minden oldalamra, hogy nem er átverés, és hát itt én sose állok meg, amikor felbosszantanak, úgyhogy most a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a mindegy, van a Csalár Dorinak, egyébként a Csalár Bencének a tesója, ő a jogi osztályt vezeti, és akkor vele felvettem a kapcsolatot, úgyhogy ott is. Hogy? Hát elküldtem neki a linket, és akkor utána néznek, és megpróbálnak valamit ezzel az oldallal csinálni. Oké. Okay. Na, szóval ez a sztori, és hogyha ezt látjátok, a lényeg, akkor hogy ezt... senki ne utaljon semmilyen pénzt. Ha Csillát halljátok, ne higgyetek neki semmit. Ez a legegyszerűbb, igen. Ez a legegyszerűbb. Igen, a pénzköltéséhez jobban értek, igen, úgyhogy ez már így gyanús lehet. Igen. Márk, drága. Tessék. Az Instáról kellett megtudnom, hogy te hazudtál a korodat illetően végig. Hazudtam hogy... reggel, hazudtam éjjel, hazudtam. Igen. Tehát, hogy 40 évet letagadsz 2 évet, és a Wikipedia veled összejátszik. Ugye? Igen. Azt írtad ki, azt mondja, hogy... Nem kettőt akartam, nem mindig mást mondtam. A Wikipédián például 2-vel kevesebb volt fönt, amit nem tudok, hogy ki írta azt a szócikket. Hát mert azt te hazudtad végig az életedet, és a Wikipédia egyszer csak... Na, de mindig mást mondtam, akkor csak egyszer figyeltek oda. Egyszer figyeltek oda, persze. Na, azt mondja mi Márkunk, hogy idáig mindig titokzatoskodtam a korommal. A Wikipédiában is rosszul szerepel, aminek persze örültem, mert kevesebbet írt a szerző. A lényeg, itt az idő, hogy véget vessek ennek az ártatlan, de felesleges játéknak. A korommal tegnap lettem 49 éves, elkezdődött a felkészülés az 50-re. Először is gratulálunk, tehát január 4, 16? 15. Igen, miért leplezted most le? Tehát mi az őszintességed oka? Hát azért, mert pont ebbe gondoltam bele, hogy most következik az 50, és az egy tök jó kis szám,
És ráadásul az egy olyan idő, amivel az ember már ugye elszámol, meg arra föl lehet készülni jól, tehát ezt az egy évet, ezt abszolút ebbenek a jegyében akarom eltölteni. És utána kezdesz elszámolni magaddal? Nem, hanem el akarok menni például egy csomó ilyen, mit tudom én, szűrővizsgálatra, egy csomó olyan dologra, amit az ember ilyen korábban megcsinál. Persze, és ezt nem akartál oda menni az orvos, azt mondja, ám magának nem kell már, maga csak 39 éves. Meg nem, meg az, érted, utána már lehet azt mondani, hogy 50 éve elmúlt, és ilyen tök jól néz ki, egy idő után már ez megfordult, tehát nem kellett tagadni, hanem már így büszke lett az ember akkor, és ez így mind eszembe jutott, és azt mondtam, hogy na, akkor itt a remek alkalom. De lehet, hogy rákapsz az ízére ennek az 50-esnek, és jövőre és 10 évig az jövőre itt ülünk, és na, Márk megint 50 éves. Igen, mert hazudtam tavaly is. Ezeket a szűrővizsgálatokat a szülinapod előtt végzed majd el? Vagy az 50. előtt? Igen. Ebben az évben, igen. Tehát ebben az évben, igen. Hogy a születésnapodra legközelebb január 15-én úgy lépjél bele, hogy mindenhol volt kamera. Igen, igen, igen. Úgyis a kamerák előtt élem az életemet. Persze. Mit javasolsz? Laci, te még 47 vagy, ugye? Igen. Lacinak mit javasolsz, mire készültél fel így szűrővizsgálatilag? Hát, én szerintem elég, ha megtanulsz kötni. De egyébként ne vicceljétek el, a prosztata szűrésre muszáj elmenni. Meg 40 éves kor után. Ilyen bél, olyan bél, tudom. Ezt igen. Olyan könnyen vagyok. Menjetek el a prosztata vizsgálatra, menjetek. Hát de egyébként el kell menni. Tényleg szóval, el kell menni. Most, Csilla, értelek. Hogy mi a prostatámat? Nem, ő azt akarta mondani a Csilla, csak most elszégyelte magát, és a szülei nézik a műsort. De miért azt a akarta, mi hogy az? Most jaj, ez a prostatavizsgálat nem olyan nagy dolog, hát a Márkot kérdezd meg, hogy az... Ja, te most ilyen buzi vicceket mondtál, mint szegény Osvágy Zsoltiról a Szebestség Balázsét. Aha, értem. De ez prostatavizsgálat egy... Most, naj. De magyarázz az... már így nekünk ez igen. A társaságban, hogy hogy is megy ez. Nem hiszem. Na, és Havannában ünnepeltél, ugye? Igen. Mit mondott a Csilla? Csak segíteni akart. Sikerült. Na, ja, Kubában vannak ezek a vuduhoz hasonló varázslók. Szanteria, úgy Szanteria, hívják. Szanteria vallás. Képzeld el, hogy nagyon izgalmas, mert egyre jobban terjed, ahogy ugye egyébként ezt itt is meg kéne fogadni, mert ott Kubában is az, hogy nem működik az egészségügyi ellátás. Ó, ezért, pedig az ott nagyon működött a régióban, hát a legjobb egészségügyi ellátás. De már semmi nem működik, se étel nincs, se gyógyszer, se semmi, és ezért nagyon sokan ezek felé a kicsit ilyen ugye Santeria az egy ilyen szinkretista vallás, tehát a régi Yoruba meg a keresztény dolgokat keverik össze, és az egész egy ilyen nagyon misztikus dolog, és például egy csomó gyógyító van, és nagyon sokan fordulnak ezekhez a gyógyítókhoz, mert olyan szinten nem működik az egészségügy, csak szóló. Oké, okay. És te oda mentél, ott van a varázsló, és te, és mi történik? Miért mentél oda? Nyilván megkérdezem. Tényleg voltam egyébként, ez tök jó, hogy megkérdezem, mert tényleg voltam egy ilyen... Egyébként zseniális, mert a nő az a kubai egészségügyi minisztériumnak az orvos igazgatója volt, mert ott hagyta az egészet a francba, és azt mondta, hogy inkább egy ilyen holisztikusabb módon szeretné gyógyítani az embereket, és egy ilyen kubai lakótelep tetején van egy ilyen kis betonkunyhója, ahonnan így látod az egész tengert, egész Havanát, ilyen három szem van, ilyen buddhista szemek vannak, meg tudod, ez a lélek... Hogy mondják, lélekcse, te tudod, nem? A lélekcsengő, vagy amit ilyen spirituális tóla... Amit az ja, az álomfogó, nem? Álomfogó, igen, de mondta, hogy ez nem halott madarak tollából van, hanem mindegyik csak elejtette. És akkor van ilyen, mindene van mágnessel, járdeköve, akupunktúrázik is, és ne... Zseniális, és három órán keresztül beszélgettünk például az arcizmaimról. Azért kárót emeli Kubában, és utána megmasszírozott, és aztán akupunktúra, és zseniális volt. Csodálatos nő volt. Csodálatos születésnap, igen. Igen. Boldog születésnap. Na. Gyerekek, a héten olvastunk egy cikket, és aztán a rádióban is foglalkoztunk azzal, hogy egy programozó, egy magyar programozó kifejlesztett egy Tóth Gabi content blokkert. Ez egy tartalomblokkoló, érteni fogjátok, hogy mi ez. Gyakorlatilag, hogyha a Chrome, Google Chrome böngésződ van, akkor erre rá tudod telepíteni, és akkor minden Tóth Gabi tartalmat elrejt előtted. De ez egész TV2-t is?
Nem, ez internet. Tehát, hogy csak ahol, tehát azokat a cikkeket, amelynek vagy címében, vagy tartalmában szerepel Tóth Gabi, az neked soha nem fog megjelenni. Az nem lehet, hogy még a Krausz Gábort hozzárakják? Nem, de azért ez a Krausz Gábor áldozatául eshet ennek egyébként, amely mindjárt beszélünk erről. Na jó, szóval nektek, ti hogy vagytok ezzel? Nyilván van egy csomó olyan tartalom, amit az interneten nem is kerestetek soha rá, de ömlik rátok. Hát a Tóth Gabi ugye egy ilyen volt. Szerintetek ez egy jó vicc egyébként, vagy ez egy kegyetlen dolog egy közszereplővel szemben? Hát szerintem miért ne? Tehát, hogy ha úgyis szűrni akarod felhasználónként a tartalmat, miért ne? Ha van egy ilyen eszközöd, amivel szűrheted, miért ne szűrhet? Ahogy a YouTube-ra is kitudod a reklámokat. De maga a fejlesztő szándéka szerinted vicces vagy kegyetlen? Zsolt? Szerintem... Én azt szoktam mondani, hogy néha, mikor tanítok, akkor azt szoktam mondani, hogy a tehetséges és tevékeny emberek azok tervekről, meg munkáról beszélgetnek, a tehetségtelen emberek meg valaki másik emberről beszélgetnek. Most ezt csináljuk. Igen. Jó, és ezzel nem mondtál erre. Tehát én ezt a témát nem úgy tekintem, hogy mi most a Tóth Gabiról beszélgetünk, hanem erről a találmányról, inkább a találmányról beszélgetünk. Mert egyébként meg egyrészt csinálsz egy ilyen programot, és aztán utána akkor örök életedre le kell mondanod a frissítésről is, mert azt sem fogod megtalálni, mikor a programnak a frissítésére keresel, hogy a Tóth Gabi blokkoló programnak a frissítését szeretnéd megtalálni, azt sem fogod megtalálni, mert abban is benne vagy Tóth Gabi. De szerintem a legjobb blokkoló az a szabad akaratod, a tied. Hát de ha szabad akaratodból azt mondod, hogy nekem kell ez a program, nem? Azt is választhatod, hogy az, ami engem nem érdekel, vagy nem tetszik nekem, vagy nem vonz, vagy utálom, vagy nem tudom, arra nem kattintok rá, azt nem nézem. Szerintem, aki nekem minden gyanús, tudod. Szerintem ez adathalászat. Tehát én biztos nem telepítenék ilyet a gépemre, mert meggyőződésem, hogy ez valami adatot gyűjt, valahol így összegzés, valami leszre, mert hogy egyébként az algoritmus okosabb helyzetben az embernél. Én ki akartam próbálni, én se otthon telepítettem, hanem bent a rádiógépet. De egyébként, bocsánat, ez rossz dolog. Szerintem az kéne, hogy minden, tehát hogy úgy legyen meg a program, hogy te írhatod be, hogy kinek a tartalmai. De nem is jönnek fel a tartalmak, ha nem érdekel téged. Én ezt mondom. Ez nem igaz, mert tényleg igaz ugye a fejlesztő, ő se keresett rá soha Tóth Gabira. Egyszerűen jött, mert vele kapcsolatban tényleg túltermelés van már, nyilván erről részben ő is tehet, vagy megbeszélhetjük, hogy tehet-e ő erről, vagy sem. De például valamelyikőtök említette Krausz Gábor. Most gondoljatok bele, hogy egy új életet kezd, és szerintetek egyébként van Krausz Gáborról olyan cikk, amelyben sehol nem említődik Tóth Gabi? Nincs. Akkor Krausz Gábor is törlődött? Tóthné Krausz Gábor. De érted? Ő egy önálló entitás, ő egy nagyon tehetséges séf, új életet kezd, és gyakorlatilag nincs róla cikk, ha telepíted ezt a blokkert, mert valahol a cikkben ott szerepel Tóth Gabi. Mert ennek kell kifutási idő, és ez egyébként szörnyű, hogy egy darabig ugye hivatkoznak a volt párokra a cikkekben. Én ezt megéltem annak idején. Tudom. Tehát, hogy ez egyébként tényleg rendkívül igazságtalan, és egyébként bizonyos szempontból szerintem ilyen erkölcstelen dolog is, főleg egy nővel szemben, hogy valakinek az utánfutójaként említik, csak azért, hogy nem tudom, több kattintás legyen. Most itt ugye pont fordítva, mint ez a férfit pont ugyanúgy zavarhatja, hiszen van egy önálló karrierje, kiváló sév. Hát vagy zavarja, vagy pont szerintem egy ilyen helyzetben, tehát te örülnél, ha állandóan az exed neve bukkanna föl? Nem, mert nincs. Szóval biztos, hogy egy idő után lesz Krausztót nélkül, csak ennek még kell idő. Ennek még kell egy kis idő. Szerintetek van-e a neten fenn olyan cikk, amelyben szerepel egyben a ti nevetek és Tóth Gabié? Hát nekem van sok. ja, tényleg. Nekem van sok. Na, mi utána néztünk, neked van sok. Zsolt, szerinted te szerepelsz egy cikkben Tóth Gabival? Tóth Gabival. Na. Nem. A kötős újságban? Oké, Laci, te? Nem hiszem. Nekem lehet, van mert volt vendég. Csilla? Igen. Nálam nem volt vendég. A Megasztárban dolgoztam, de nem hiszem, hogy az... Na, megnéztük. Azt mondja Márk. Lakatos Márk keményen beleszáll Tóth Gabiékba. Lakatos Márk és Tóth Gabi közt egyre durvább a vita. Hoppá! Tóth Gabit úgy leoltotta Lakatos Márk, hogy abban a fél ország beleremegett. Ezek most törlődtek szintén.
Csak mondom, hogy ezek most nincsenek a content blokker. De ez csak akkor van, hogyha valaki erre befizet, nem? Igen, hát hogyha letölti a blokkert. Mi történt, Márk? Most? Kicsit mérges volt. Hogy érted? Mi volt itt ez a, nem tudom, szeretet-utálat kapcsolat köztetek? Hát én elmondtam, hogy mit gondolok róla, ennyi. Uh-huh. Jó. És aztán még egyszer elmondtad, aztán még egyszer elmondtad, még egyszer. Igen, mert mindig, amikor úgy éreztem, akkor mindig elmondtam. Zsolt, van cikk rólad és Tóth Gabiról. Na, mutasd. Egy díjátadóról készült egy beszámoló, az, hogy az est legboldogabb házaspárja címet minden kétséget kizáró. Anger, Tóth Gabi házaspárja. Minden kétséget kizáróan Tóth Gabi és férje Krausz Gábor kapta meg. Ám nem ők voltak az egyetlenek, akik ezt az estét randiként is kezelték, hiszen a legjobb színész kategóriában jelölt Anger Zsoltot elkísérte kedvese. Ez az egyetlen cikk, amiben szerepelsz Tóth Gabival. De hát ilyen módon szerepelhetnék Ronald Reagannel is. Lehet, hogy szerepelsz is. Igen, Laci, te céloztál rá. Lakás Talk Show, első évad, harmadik rész. Tóth Vera és Tóth Gabi. Aha. Ott voltak veled? Voltak, vendégek. Hárman egy-egyben? Nem. Várja, velem is volt. Bocskor Gábor olyat árult el Tóth Gabi kapcsán, ami örökre megváltoztat mindent. Na. Nem tudom. Fogalmam sincs mi ez. Bocskor Gáboréktól olyat kapott Tóth Gabi, hogy a falatta a másikat. Na látod, na, és tessék. Még nekem magyaráz. Nymphomániás nőnek tartja Bocskor Tóth Gabi. Jézusom! Ezt megkérdeztem, hogy ez mi volt. Mire alapoztam? Mi volt? A Megasztárban mondtam valamit, amikor ott zsűriztem? 2012-ben ezt mondtam, igen? Jé, tényleg, te volt a Megasztárban. De a Tóth Gabi, ez nem akkor volt tényleg a Megasztárban. Nem, de véletlenül beszélhettem róla, mert... És miért tartottad a nymphomániás? Nem tudom, nem emlékszem rá. Várjál, Csilla. Ó, ez a legszebb. Csilla a mokka adásában osztotta ki Tóth Gabit. Pénzügyi tanácsokat adott. Tóth Gabi még sosem volt ennyire szép. Tóth Gabi tényleg évről évre szebb. De ebben mit az énekesnő, várjál, mindjárt jössz. Az énekesnő az Instagramra posztolt fotóján úgy néz ki, mint Tatár Csilla. Mintha Liptai Klaudia és Tatár Csilla szerelem gyereke lenne. Mi van? Nagyon szép gyerekünk lenne, nem vitatom, igen. Csak így Tóth Gabiban nem látom megjelenni kettőnk vonását. Biztos ezért, mert rövid haja van. Na jó, ezek a tartalmak jelentek meg veletek, ugye Tóth Gabival együtt. Sajnálnátok-e, hogyha ezek eltűnének örökre? Nem. A tiéd sem? Nem. Indiferens. Laci, a lakástóksod. És Csillám, ez a együtt szerelem gyerek... Együtt tudok élni ezzel a szerelem gyerek dologgal. Szerelem... Oké, okay, rendben van. Na most egyébként van-e olyan szerintetek, hogy valakitől túl sok van a sajtóban? Zsolt, te azt mondtad, hogy a rossz reklám is jó reklám, vagy a rossz hír is jó reklám. Van-e olyan, hogy valakitől egyszerűen too much már minden? Persze, biztos rólam is azt gondolja, hogy hallottam csomó az Zsolt keresztnevet, ugye? Ja. Az a lánykori nevem az! Azt a kutyafáját! Hát én továbbra is azt mondom, hogy az embernek tehát használni kell a szabad akaratot. Tehát, hogyha nem akarod, akkor nem találkozol vele. És ehhez okay, nem de, kell semmi közszereplő tud belőle túl sok lenni? Tudsz olyat érezni, hogy úristen, most már talán vissza kéne fogni? Akár de ez a kulcs, bocs, hogy azért ez nem úgy van, hogy gonosz, jó, tehát nyilván az újságíróknak van egy rétege, akit most ne is említsünk, de hogy azért ezt maga a celeb generálja. Tehát ha ő nem ad interjút, nem posztol ilyen témában, nem tudom, nem lép fel az új párjával, nem reagál, nem kommentel, akkor nincs egy idő után muníció. Tehát hogy az, hogy ennyi megjelenés van, akkor mannyinak se lenne miről beszélnie. Akkor ti ugye mindannyian működtetek közösségi oldalakat. Ti ügyeltek-e arra, hogy olyan tartalmakat tegyetek fel, hogy abból lehetőség szerint ne cikkezhessenek? De miért kéne erre ügyelni? Nem. Kérdezem, hogy ügyeltek-e? Olyan, hogy ne legyen túl sok, ne legyen túl kelmetlen. Szerintem ez jó kérdés, amit a Márk mond, hogy miért kell erre ügyelni. Mondjuk én szerencsés helyzetben vagyok, nekem van mit tenni, 11 ezer követőm az Instán. És akkor te már nem vagy annyira érdekes? Bőven leszarják az újságírók, hogy velem mi van. Egyébként, tehát én bármit kirakhatok, tehát nekem az se ciki, hogyha az edzésemről, mert az edzőm azt mondja, hogy milyen jót fejlődött a karom, fölrak egy képet, de látszik rajta a lábam, vagy nem tudom, és nagyon nyomorultul nézek ki, azt is kirakom, mert az is én vagyok egyébként, és nem szégyellem, és utána megírhatja nekem kommentbe bárki, hogy hát ez.
ez van. Csak nem tudok, hogy hashtag goblin. Makramé. De hogy én tehát, hogy ebben különbözöm, én szerencsés helyzetben vagyok, leszarják az újságírók. Oké, de mit tudom, hogy Csilla, te, aki mindig ugye zsándárként hirtelen valami nagy üzenet. Ez érdekes, amit kérdezem, mert ugye én 4 éve teljesen elkezdtem leépíteni, tehát ugye nem adok interjút egyáltalán bulvári újságnak, nem megyek olyan műsorokba, aminek csak az a témája, nem. Hogy csak az Istenes, nem a pénzről van szó, az nyilván más. Tehát, hogy ez így szépen lassan leépült, és most már eszükbe sem jut fölhívni, viszont amikor valamiről megírom a véleményemet, amire ugye hát azért van példa, akkor az meg mindig gellert kap, és az viszont nagyon bosszant, hogy olyan szűrőn mennek át az én mondataim, amilyen szűrőn nem szívesen engedem át, mert abban ismerem. Ismered. Igen. Tehát, hogy én leírom, tök ott helye van, jó, értik, akkor akiknek... Te ezzel azt mondod, bocs, hogy te szándékosan teszel ki olykor olyan tartalmat, amikor kiállsz egy ügyér, hogy abból lehetőség szerint egy spirál legyen, egy örvény legyen. Nem, abszolút nem érdekel, és nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy van eszem, hangom, felületem, és hogyha valami bosszant, és az igazságérzetemet bántja, vagy egy olyas valakiket bántanak, akik mondjuk nem tudják megvédeni magukat, úgy érzem, de akkor én fontosnak tartom, hogy letegyem a voksomat valami mellett, mert az is egyfajta véleménynyilvánítás, akkor engem az egyáltalán nem érdekel, hogy arról majd mit fognak mondani, hogy fogják megírni, csak utólag bosszant, de tudom, hogy az lesz belőle, hogy Tatár Csilla már megint kiakadt, Tatár Csilla már balhézott, szar, tehát nem erről volt szó, hanem amikor a cukorgyógyszert szúrták maguknak, amikor a glamour gálán úgy viselkedtek, ahogy, akkor egyszerűen nem tudtam magamba tartani, mert bosszantott. Aztán az még jobban bosszantott, hogy ilyen nagyon primitív módon sikerült ezt utána közölni. De mire számítasz, hogy... Nem gondolom, letojom, tehát nem érdekel. Tehát, hogy onnantól kezdve engem... Persze, mert sérül az, amit én a szabad akaratomból kiteszek a nyilvánosság elé, és bosszant, hogy nem az én szavaim, nem az én üzenetem megy át, hanem egy olyan szűrőn keresztül csöpög le, amilyen szűrőn keresztül ugye nem akarom átengedni, mert nem az a... De már te nem ilyen vagy. Te olyan vagy szerintem, aki iszonyatosan örül, hogyha nagy vihart kavar, nem? Te azért... Én belekalkulálom. Tehát, hogy belekalkulálod, vagy csinálod? Én belekalkulálom azt, hogyha én elmondom a véleményemet, akkor... Arról igen, fognak írni. De ez engem ez nem érdekel, sőt, igen, lehet, hogy néha úgy fogalmazom, hogy abban benne legyen az a szó, amire rá lehet kapni. De mások igen, de a vagyunk, Márk szerint, másképp használjuk a médiát. Igen, mert igen. Ő személyeket, tehát hogy én személyeket sosem találok meg, engem ügyek bosszantanak meg jelenségek. A Márk viszont hát engem is ügyek bosszantanak, amit személyek csinálnak. Igen, de ők viszont az a sokkal ingoványosabb terület, tehát olyanban azért nem megyek én például bele egyrészt, mert semmi kedvem ilyen elvtelen cica harchoz a neten, nem akarok vele foglalkozni, miért? Nem akarok vele semmit csinálni utána. Az ügyek fontosak, de a Márk sokkal dühösebb nálam. Szóval... Nem dühös. Ez érdekes, mert egyébként meg szerintem nem, szerintem te sokkal dühösebb vagy. Te sokkal mélyebben nem, éled mondom, meg azokat az ügyeket, igen, amiket te felszólsz. Igen, ez igaz, rosszul fogalmaztam. Én inkább így elmondom. Igen, csak benned még a sértődött kisgyerek jobban tombol. Igen. Te meg ijesztőbb vagy, amikor dühös vagy. Tehát én soha nem sértődök meg. Én a Tóth Gabin sem sértődök meg az, tehát akiről éppen nem, véleményt nem, mondok nem, engem, nem, az nem, nem sért. Nem, nem annál az ügynél, de én például nálad sokszor éreztem azt, hogy ez a, mint egy gyerek, amikor így, na mindegy, tehát hogy a sértődött kisgyereket bizonyos ügyeknél, aki kiabál, mert fáj neki, és inkább kiabál, mint sem, hogy sírjon. Egyébként igen. Na. Megfejtettem, na látod, ő vele tudnék beszélgetni a műsoraimban, nem, mert ő... Egyébként Tóth Gabihoz nyilván jutott ez a dolog, és a következőképpen reagálta ő ezt le. Azt mondja Tóth Gabi, hogy Majka küldte át ezt a cikket, és először vegyes érzéseim voltak, mert nem tudtam hová tenni. Aztán jobban belegondoltam, és rájöttem, hogy ez egy szuper találmány, mert nem feltétlenül az én személyemnek szól ez, hanem hogy annyira sok felesleges cikk, meg kattintásvadász, mindenféle bugyuta kitalációk jelentek meg rólam, hogy az embereknek ez sok, és megértem, hogy sok, nekem is sok lenne. Szerintetek ő valóban örült ennek akkor, de vagy ezt örült. A pszichológusa mondta neki? Hát meg a sajtós, akit ideig nem használt. Akit ideig nem használt. Most bocs, de azt fogalmazta meg nagyjából, mint amit most elmondtál, Csilla, az előbb. Igen? Hát nem.
Hát, hogy te se örülsz annak, hogy valamit kiteszel, ja, és ja, akkor aztán és az annak egy önálló életre kell. Önálló életre kell, így van. Kamu indexcikk lesz belőle, igen, meg csak... nem tudom én mi. És igen. Valójában ezt fogalmazza meg a Gabi is. Most én kicsit hadd legyek már az ördög ügyvéd. Nem, abszolút, csak ugye ebben az a nehéz, hogy tényleg, amikor olyan nagyon sokat adsz magadból, hosszú-hosszú éveken át, kitárulkozó. Én nem, csak hogy most erre, hogy mi az, ami Gellert kaphat, meg mi a táptalajt annak, hogy sok hülyeség jelenjen meg. Igen, hát, csak ugye a kérdés az, hogy egyébként ki tehet róla, hogy sok hülyeség jelenik meg ezt kapcsolatban. Hát azt mondom, hogy feszegetjük most. Vásárlási szokásaink tehetnek róla szerintem, mert a vásárlás... Most elkezdtem, eléggé beleástam magam így a marketingbe. Tehát a legfontosabb vásárló erő az az, hogy az embereknek az érzelmeire kell hatni. Tehát az te is úgy vásárolsz, az autódat nézd meg, vagy az italodat nézd meg, vagy a kajádat nézd meg. Tehát magából azt nézi, hogy melyek a legdrágább. Érzelmek. Érzelmileg kötődsz ahhoz elsősorban, amit megvásárolsz, és ebben a mai értékevesztett zavaros világba a marketing próbálja minden eszközzel felkorbácsolni a fogyasztóknak az érzelmeit. De Zsolt, hidd el, hogy azért nézel ezt egyébként még a nincsen, nagy... ez csak így sodródás szerintem. De ez filmmarketing egyébként, abban igazán, hogy ez meg az igen, újságnak nem a felmaradás. Én értem, csak ez nem tudatos. Azért néz, két dolog miatt nézel meg valamit. Vagy azért, mert imádod, vagy azért, mert gyűlölöd. Elég primitív az ember, tehát nagyon kevés alapérzelmünk van. 5 alapérzelmünk van, abból van az összes többi érzelmi komplexünk kikeverve, és abból csak az egyik az öröm, az összes többi negatív. Félelem, bánat, harag, undor. És az öröm. Ez az 5. És ebből vagyunk összegyúrva. És sokkal nagyobb tere van annak, hogy fú, utálom, gyűlölöm, rohadjon meg, dögöljön meg szemét, nem olyan szexuális beállítottságú, nem olyan izé, nem úgy áll a haja, nem azt mondja, nem oda szavaz, nem utálom, és ezért kíváncsi vagyok rá, és megnézem, és rákattintok. Howard Sternről kérdezték a hallgatói, hogy maga miért hallgatja. Maga szereti, vagy nem? Én utálom ezt a barmot. Maga, én szeretem. És maga miért hallgatja? Azért, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. És maga miért hallgatja? Azért, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Így van, és az utálóik száma hallgatottsági arányban majdnem annyit tettek ki, mint a kedvelőik száma. Tehát, hogy ez valóban, amit a Zsolt mondta, hogy érzelmeket váltunk ki, negatív vagy pozitív érzelmeket, töltsé. De hatunk. Persze. És azáltal vagyunk eladhatók. Ezt csak azt jutott eszembe, hogy pont mondtam most a lecsi, hogy 1.400.000 hallgatnak titeket reggelent, hogy ebből vajon hányan utálnak és hányan szeretnek. Fele. Hát a fele biztos. Én 700.000-re már elégedett lennék. Figyelj, fele-fele. Én például hétfőn imádom, kedden utálom az egész. Tehát van, amit én is azt mondom, hogy ez hülyeség. Ez nálunk? A műsorunkról beszélsz? Nálunk, igen. Van, ami... De teljesen jól teszi, hát ezért dolgozunk, Laci. Persze. De én ezért hallgatom. Hát persze. De hallgatom, tehát nem tudom megúszni. De melyiket utálod jobban? Hadd nem utogassak már újjal. Jövünk vissza, és beszeretnénk mutatni nektek egy nagyon-nagyon helyes párt. Ők összeházasodtak, és szétküldték a meghívókat, és úgy látszik, túl sok meghívót vettek, mert híres embereknek is küldtek, amerikai párról van szó, híres embereknek is küldtek, olyanoknak, mint Miley Cyrus, meg Drew Barrymore, meg Justin Timberlake, meg az Obama házas pár, és hát iszonyat nagyon csalódtak, mert senki nem jelent meg. Nem a győzike. Na de van miről beszélnünk egyébként, hogy egyébként ez a híres emberekkel való díszelgés, vagy híres emberek közelében lenni, ez mit ad? Mi ugye erről az oldalról is tudjuk, és remélem, hogy ti is vagytok annyira rajongók, hogy esetleg akár egy híres embernek a társaságára, vagy csak egy képre, egy fotóra vágynátok. Nem? El tudom képzelni, hogy te az vagy. Zsolt, te nem, látom. Jaj, ne mondd már. De én például nagyon tudok rajongani. Én ez igaz. Így van. Jó, ezzel a témával jövünk vissza, egy pár perc reklám és jövünk. Hát itt is vagyunk, és...
Ígértem nektek egy nagyon helyes kis házaspárt, Jean és Brie, esküvőjük volt, és valahogy, valamiért úgy gondolták, hogy meghívnak néhány híres embert is, és ezért meg is írták a meghívóikat, Drew Barrymore-nak, aztán Miley Cyrus, Justin Timberlake, az Obama házaspár. Mindegyikről tudták, hogy hol lakik? Hát gondolom, hogy van elérhetőséget. Aha, igen, ezt azért meg lehet szerezni, tehát nem olyan nehéz. Press office. És már akár hiszed, akár nem, egyik híresség sem jelent meg. Mert ezek dátumon. Az amerikai szemétládák. Lehet, hogy blokkolva voltak, nem? Én Amerikában is van blokkoló. Justin Timberlake-nek, vagy kinek van? Biebernek azt hiszem van blokkolója, csak mondom. De nem róla van szó. Most képzeljétek el, hogy Brie nagyon elszomorodott, és jelentkezett, ha jól tudom, a TikTokon vagy az Instán egy videóban, és elmondta, hogy képzeljétek el, nemrég kopogtatott a postás, hozott egy levelet, és a levél írója nem volt más, mint Michelle Obama. De menő. Mm. Ez tényleg olyan, mint a Gáspár Győzi szülinapja. Hát esküszöm. Hát nem teljesen, de azért most felolvasom. Felolvasom neked Michelle Obama levelét. Azt írta Brie-nek és Jean-nek, hogy gratulálunk az esküvőtökhöz, reméljük, hogy házasságotok szerelem, vagy házasságotokat szerelem, nevetés és boldogság áldja meg, és hogy köteléketek évről évre erősebbé válik. Ez az alkalom egy életre szóló partnerség kezdetét jelzi, és miközben elindultok ezen az úton, tudjátok, hogy a legjobbakat kívánjuk nektek a sok örömhöz és kalandhoz, ami előttetek áll. Nos, és egyébként Brie még eleinte azt hitte, hogy ez egy ilyen nyomtatott levél, Michelle-nek semmi köze nem volt ez, de aztán szétfolyt a tinta az aláíráson, és akkor... Milyen ügyes ez... a titkárnője. Hogy ez tényleg igaz, és akkor mondták, hogy bekeretezzik, és kirakják a falra, meg mindent, tehát, hogy teljesen el voltak ájulva. Na, először is, melyikőtök esküvőjén volt híres ember? Hű, Csilla már lehúnyta a szemét, oké. Okay. De nem, szívesen válaszolok rá egyébként, mert egyik kedvenc karaktered a szereplője. Az első esküvőmön a Kárász Robinak a meglepetés vendég, akit elhozott az esküvőmre, az a Fekete Pákó volt. Ő ezt poénnak szánta, örömnek gondolta, stb. Nem, hát ez nyilván viccnek szánta. Ez viccnek szánta. Énekelt is? Igen, azt a bizonyos számot. Azt a bizonyos számot. Mindegy, nem akarok így ennyire az első esküvőmről beszélgetni, csak ezt akartam elmondani. Nem mondtam, hogy az elsőről hogy... beszél, a másodikon nem volt senki, aki híres? Hát nem, ott nagyjából a nőgyógyászom meg a szülésznő át mellettem, tudod, hogy csak még szoríts, hogy még mondd ki az igent, utána megyünk csak a szobába. Komolyan? Hát igen, ott azt a múltkor kiveséztük, igen. Jó, nem voltam. Nem voltál igen. Itt, igen, igen, igen. Nem, nem ő a terhességével megzsarolta a férjét, hogy nem szüli meg a hány, 9 hónapos voltál, ha nem veszi el. Ha nem veszi el. Igen. Az igen. Igen. Laci, neked? Nekem a tanúm volt a hajós. Nagyon jól sikerült a dolog, meg késett egy fél órát, ugyanis... És az egész ez nem volt kedve, úgy megbánta, hogy elvállalta. Ismered, de nem, ő beült a taxiba, hogy, és mondta a taxisnak, hogy ő tanúnak megy a harmadik kerületbe, úgyhogy elvitte a harmadik kerületi bíróságra. Nem tudom, a taxis vagy a hajós a hülye ebben a történetben. És anyósom már annyira izgatott volt akkor, hogy ő messze, én már attól féltem, hogy ő megy hozzá valaki, ez csak történjen valami. De aztán meg, tehát ő volt a híres ember. Ő volt a híres ember. Zsolt, neked? Híres ember volt esküvőn? Hát rajtam kívül senki. ez tök jó. De egyébként, Laci, először, amikor mi turnén voltunk, volt-e már olyan, hogy benneteket meghívtak, rajongó, igen, bármi, egy esküvőre, hogy menj el? Ugye mindenkinek volt ilyen? Igen. Volt-e valaki, aki elment? Nem. Vagyis nem tudom. Én nem. Én születésnapra elmentem valaki. Egy ismeretlen, de téged tisztelő, szerető ember születésnapjára elmentél. Miért? Nem neki volt. Oké. Okay. De örömet akartál nyilván szerezni neki. Mit? Azzal, hogy te lehetsz ott a díszpintja a bulián? De az volt, hogy arra voltam, és mondtam, hogy jó, beköszöntünk, és mentünk tovább. Oké, okay, de nem érezted hülyén magad? Nem. Nem érezted hülyén magad. Aha. Viszont amikor voltunk turnén, és a Székesfehérváron a csaj megkérte a pasi a kezét, és jöttem valami ilyen szerelő ember volt, és igen, egy ilyen csavar volt a jegygyűrű, igen, és ők meghívtak az esküvőjükre. Bizony. Kaptunk egy meghívót, és én ott tényleg hezitáltam, mert nagyon helyesek voltak egyébként. Meg az egész sztori annyira megható volt. Igen, hogy elmenjünk, hát aztán nem mentünk el. Ti írtatok levelet? Rádióban köszöntöttük őket, igen, tehát az egyébként ez az egész, kíváncsi vagyok a véleményetekre az autogrammal kapcsolatban. Ez is egy picit olyan, ez a meghívom az ismeretlen ember, hogy az autogram
kérők, az belőle, tehát milyen érzést vált ki? Én belőlem semmiet, én adok mindenkinek. Adsz mindenkinek. Persze. Nem törősz azzal, hogy ez miért van, nem. Hogy az egésznek mi a funkciója. Nem érdekel. Nem érdekel. Nem. Zsolt, te? Én is adok, de én mindig hozzáfűzöm, hogy figyelj, a következő költözésnek ki fogod dobni. Oké, ez mindannyiunkban felmerül. Mindig ezt hozzáfűzöm, és akkor nevetgélnek, de egyszer találkoztam egy olyannal. De most legalább ebben a műsorban megértik, hogy miért. De abszolút. Igen. Egyszer találkoztam egy olyannal, hogy elém tartott egy ilyen, hát én nálam mondjuk egy ilyen 10 évvel idősebb nő, elém tartott egy papírt, hogy én azt írjam alá, benne volt egy ilyen noteszba, és akkor még így lapozott rajta egy 4-5-öt, és ott volt még vagy 5 én aláírásom. Igen. Tehát én már az évek alatt én már ő neki aláírtam. Sokat, és mind megtartotta. Sokat, és az neki ott volt. Neki mindig kellett egy új. Igen, és nem akart semmit se. Nem volt az, hogy jaj, nem tudom mi. Nem akart semmit se kommunikálni, megköszönte. És én nekem szerinted... elakadt a szavam, és nagyon elszégyeltem magam, és így nagyon, nem tudom, még most is így följön a gombóc a torkomba, hogy van egy ember, aki, nem tudom, a Kaposvári Színház előtt is megvárt, vagy színház hátsó bejáratánál megvárt, az Egri Színháznál megvárt a, nem tudom, a Szolnoki Színházban is játszottam egyszer, meg itt-ott Örkénybe, meg valami filmbemutatón is már aláírtam neki. És akkor szerinted neki miről szól ez a pillanat, hiszen az aláírásod, saját kezed firkálmánya megvan neki, már több példány van. Az nem újabb tudom, és újabb pillanat egyedül... miről szól neki? Nem tudom. Szerintem nem tudom, hogy én vagyok belőled, az egyedüli. Vagy egy darab, ami belőled fakad, tehát hogy más analógiát nem tudok erre felfűzni. Mert emlékszetek régen ezeket, az autogram, nektek is volt biztos, hogy autogram kártyákat minden műsorvezetőről nyomtattak, és akkor a szerkesztőségi titkár mindig adta a leveleket, igen. Meg a Stóc autogram kártyát, és akkor alá kellett írni, nekem ilyen nem volt, én mindig. Például egyszer csak előállna, hogy menjél el valahova, neki hozzá elmennél? Biztosan. Tényleg? Ez tényleg. Aha, őszintén mondom. Nektek van-e autogramotok bárkitől? Velem egyébként nem, velem beszélgetni akarnak mindig. Velem beszélgetni akarnak? És egyébként múltkor, bocsánat, olyan jót beszélgettem, hogy pedig Kürösnél egy 90 éves nénivel, aki imádja az ATV-t, tehát hogy mindig, amikor fiatalokkal találkozom, akkor nézem a műsorodat a TikTokon, tehát hogy van az a generáció, aki TikTokon néz, és ha idősebb generációval találkozom, akkor láttalak a Bocskornál, és jaj, de jó volt, tényleg. Tehát, ez most bók volt, Bocs. Ez abszolút egy cuki tündér. Próbálom még emészteni. Zseniális nő volt, tehát tényleg, tehát hogy meg nem mondtam volna, azt hittem, hogy ilyen 60 és 70 között van, úgyhogy vele mindig beszélgetni akarnak, meg közös fotót kérni. Egyébként érdekes, mert Sting mondta azt, hogy ő utál szelfizni, ugye a szelfi is egy műfaj, utál szelfizni, sokkal jobban szereti, a New Yorkban azért szokott sétálni föl alá, sokkal jobban szereti, hogyha megszólítják, és akkor mit tudom én, egy picit beszélget vele, tehát rá reflektál egy dalára, vagy valamire, a zenére, a munkájára, és sokkal jobban szereti. Melyiket bírnátok jobban? Selfie, vagy egy rövid beszélgetés egy rajongóval? Rövid beszélgetés. Laci? Rövid beszélgetés. Mindenképpen. Igen? Igen. Én nekem a fotó is jó. Nem szoktak ilyen fura... Tehát tőlem van fura fotókat kérni? Fotózd le a lábadat és küld el. Ez csillás csak nektek van. Nem. Vagy Zsolt, neked nem? Hát most nekem a lába, mit tudom én, hogy belőletek mit akarnak látni? Nekem nem. Nem? Nem, ez csak veletek van, lányok. Hát tőled kérnek látod? Nem, de hogy kérnek. Csak te magától teszi ki. Én kéretlenül küldöm, igen. Tényleg nem is szóltál, hogy megkaptad-e, vagy nem. Jó. Nézzük meg, hogy mennyire ismerjük egymást, lehet ez selfie, autogram, vagy egy rövid beszélgetés, azaz. Ugye hát nyilván már találkozunk itt egy pár szóval kalapén, de hát azért többnyire egymást a munkáinkból ismerjük. Zsolt a rádióból, én a moziból, Laci, jó, Lacit közelebbről ismer. Már, tehát, hogy mondjuk azt, hogy Laci, te csillarajongó vagy. Jó? Jó. És mi lenne a technikát, hogy szóba elegyedj vele? Ez lehet egy rövid selfie, egy autogram, vagy egy rövid beszélgetés. Tehát amivel úgy te, mint rajongó, egy picit kapsz a Csillából egy pár másodpercet. Hogy csinálnál Csillával? Ahogy is ez a miért szól a Csillát? Ez egyébként érdekes, mert így megoszlik, tehát hogy van, aki azonnal, és van, aki már nagyon fél tőlem. Hát persze, te azért távolságtartónak tűnsz. Tehát igen? Igen. Laci, rajongsz Csillája, nem tudom, hogy a rajongásod milyen, tehát a tehetségét bírod, a külsejét bírod,
szexuális tárgynak nézed. Tehát, hogy sokféle lehet. Vagy az vagy egy, összes együtt, igen. Természetesen. Hát szerintem fotót kérnék, szelfit kérnék, mert akkor ott közben elindulhat egy beszélgetés, az egy lazább szitu. De nem szerintem te lefagynál tőlem. Most is lefagytál. Mikor? Mert a Gábor azt kérte, hogy mutasd meg, hogy hogy próbálkoznál meg vele. És nekem elmagyarázott, hogy mit csinálnál. Ja, bocsánat. Tehát ebben a pillanatban már lefagytál. Te az emberek igen, abban a szegény lefagynék, nem tudnám a Csillát megszólni. Te annyira rajonganék érte, akkor hogy... Akkor egy fotót kérni. Jó, most elhiszed a vicces irány, de tényleg nem próbálod meg ebben, igaz van Csillának. Igen, ismerem ezt a... Hát én, mert én szemérmes vagyok, én nem biztos, hogy tőle fagyok, mert más... Nem ismer, akkor maximum annyit, hogy csináltak egy selfie-t? Az, amikor nem tudom, külföldön vagyok, és tényleg egy világ, tehát nem tudom, mi is ismerjük így egymást, meg nagyjából hasonló közegben mozgunk, ti ismertek is vagytok, de hogy a külföldön ez tök más. Nem próbálnál feltenni egy érdekes kérdést? Tehát én, amikor elkezdtem interjúkat csinálni ilyen külföldi rock és popstárokkal még 1000 éve, akkor rájöttem, hogy baromi szar interjúkat csinálok. Megpróbáltam úgy kérdezni, hogy az neki is érdekes legyen. És onnantól láttam, hogy így felcsillannak a szemek. Nem próbálnál a Csillának egy olyan kérdést feltenni, ami... Nem próbálna meg, de azért, amit a Hargitaiban megbeszéltünk, tőle hát ezért soha nem hagyja szó, de nem azért, tőleg soha életemben, tehát hogyha párkapcsolatról volt szó, vagy bármiről, a férfiak sose mertek kezdeményezni. Soha. 40 éves vagyok? Soha. Au. És ugyanez volt a Bea is ugyanezt mondta, hogy van valami, hogy amíg én nem tettem meg az első lépést, addig senki nem volt bátor. Jó, itt most egy rajongói kapcsolatról lehet volna szó, de akkor ez... De ez igaz, tehát hogy ez is egy... Oké, okay, rendben, van valami, de ez ami... tőle... De ez a tatár csillaságtól teljesen független. Van veled egy emlékem nagyon régről. Na. Tényleg. Aha. Nagyon sokat jártam szinkronizálni az úgynevezett filmgyárba, a Róna utcába. Nem voltam kedves. Most létezés maradt semmi. És akkor mit tudom, reggel 8-tól délután 4-ig ment a szinkron, és ebédszünet. És egy... De ez nagyon régen volt, nem? Tehát, hogy egy 10 éve, nagyon sok évvel ezelőtt, én nem tudtam, hogy te ki vagy. És emlékszem, hogy volt egy pillanat, amikor megláttalak, akkor úgy nem tudtam eldönteni, úgy megnéztél, vagy viszonoztad az én tekintetemet, de nem köszöntünk egymásnak meg semmi, meg távol is voltunk, de... hogyha nem tudja valaki, hogy ki vagy te, mondjuk egy külföldi idejön, és azt mondja, hogy tehát van egy elképesztő kisugárzásod, egy olyan kisugárzásod van, hogy bejössz egy terembe, és akkor az embernek oda, tehát hogy akkor azt úgy önfeledtem, hogy végignéző, és meg végignéző, hogy leülsz. De, ahogy is mondjam, ez tényleg egy pajzs is, tehát az nehezen megy oda az ember, hogy szia, figyelj, hallod? A részt a pajzson kell hallod? Megtalálni! De igen, mert mit tudom, és mit? Tehát szerintem téged csak valami olyasmivel, tehát mondják a csajok, hogy megkérdezik, hogy mi a legfontosabb egy hapsinál, hogy mi, és azt szokták mondani, általában 100-ból 90-szer azt válaszolják, hogy a humor. Igen. Olyan humor. Tehát valószínűleg lehet, hogy téged valami olyasmivel kellett volna eltenni, csak az ember, amikor ott ül, hogy oda kéne hozzá menni, kérdezi tőle valami humorosat, mit mondja. Tud, nem mehetek oda, hogy szia, figyelj, hallod, te itt már pí vizet, vagy mit? Lehet, hogy ez a baj, hogy a férfiak ezt feltételezik, hogy én csak pí vizet iszom. Tehát vodkázzunk egyet, vagy egy jó martinit, a menzán. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy ki vagy te, meg mi vagy te, tehát, hogyha csak úgy mindent lebontok, és azt mondom, hogy van egy ilyen karakter, te a megjelenéseddel, te ilyen Charlize Theron, meg azokkal vagy egy polcon egyébként. Köszönöm. Wow. Hát most őszintén wow. Mondom. Oda néz. Hát mi meg kell kezdeni, látod? De tudjátok. Ez igen. Ez igen. Mondod, hogy a Sharon-tól. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Olyan ritkán szoktak a férfiak bókolni amúgy, úgyhogy nagyon köszönöm. Márk, te hogyan szednéd fel a Zsoltot? Ingoványos telepet Gábornak. Igen. De most érted a... Művész úr. Művész úr. Igen, művész úr? Művész úr. Nagyon régóta, nagyon régóta figyelem a főztjét is. A szajréját is. Jézus Mária. Csak te kérhetsz szünetet, vagy ilyen? Nem, én befejezném a műsor. Csillát megkérdeztem volna, hogy te hogy közelítenél felém. Ó, de ez cuki volt ez az arc.
Vége a műsornak. Vége a műsornak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tatár Csilla! Lakatos Márk! Lovász Laci! És Anger Zsolt! Ez jó volt ez a kör. Nagyon szépen köszönöm nektek, mindenkinek. Egy-két múlva találkozunk újra, jó éjszakát. Viszontlátásra.